Ünnepi szentmisével és alkalmi műsorral emlékeztek az összetartozás napjáról Gunarason. A program keretében a helyi gyermekkórus és a művelődési egyesület tagja is felléptek a zászlótartó emlékmű előtt. Sokat jelent, ugye? Magyarnak lenni egy másik országban, és nagyon örülünk, ugye ezt mi nemrégen tudtuk meg, hogy ez a zászlótartó itt Szerbiában az egyetlen, amilyen éppen megmaradt. Ezért úgy gondoltuk, hogy ez tényleg egy olyan, amiről meg kell akkor emlékeznünk, tehát ott kell megemlékeznünk erről a magyarságunkról. Tomik Nimród szerint a Trianon szó hallatán a magyar embernek ökölbe szorul a keze, és könycsordul a szeméből. A községi képviselőtestület alelnöke azonban hozzátette, hogy ezen sokat változtatott az, hogy június 4-én a magyarság így emlékezik, és ezt együtt teszi meg. Az elmúlt 12 évben érezhetjük azt, hogy van valaki mellettünk, van valaki mögöttünk, és gyakorlatilag az egész Kárpát-medencének a magyarsága ezen a napon megemlékezik, és azt hiszem, hogy egyrészt az anyaországban is, másrészt pedig a határonról, tehát a magyarok által lakott területen mindenki saját magának érzi ezt, és egymásra tudunk gondolni, és egymást erősítjük ezen a napon. Minden külhoni magyar számára nagyon fontos az anyaország támogatása, mert biztonságot és reményt nyújt, hangsúlyozta Szatmári Adrián, Topolya polgármestere. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, és számunkra a külhoni magyarok számára nagyon fontos az anyaország támogatása, mert reménnyel és erővel tölt el bennünket. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az év minden napját az összetartozás jegyében kell, hogy megéljük, mert így könnyebben tudunk szembenézni a mindennapi nehézségekkel. A Nemzeti Összetartozás napja lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyosodjon, hogy a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság Trianon után is képes a nemzeti megújulásra és az előtte álló történelmi feladatok megoldására, hangzott el az eseményen.